A negyedik adventi ünnepi műsoron és gyertyagyújtási ünnepségen nagy szeretettel köszöntöm Nyirati Klára polgármesterasszonyt, tanácsnokasszonyt, alpolgármester urakat, képviselőket. Tisztelettel köszöntöm Binszki József, plébános urat, Sauter Teréziát, az MNMK főigazgatóját, az idei év negyedik adventi ünnepi beszédét tartja, valamint Petővári Lászlót, a Danubia Alapfokú Művészeti Iskola igazgatóját, aki az adventi gyertyát fogja lángra lobbantani. Tisztelettel köszöntöm a Danubia Alapfokú Művészeti Iskola növendékeit és tanárait, ezen kívül köszöntök minden velünk együtt ünneplő kedves vendéget és idelátogatót. Tisztelettel felkérem Binszki József plébános urat, hogy mondja el az ünnephez kötődő gondolatait. Tisztelt jelenlévők, polgárok, ünneplők, kedves testvéreim! Bibliai gondolatokat hoztam a mai alkalomra. Karácsony ünnepe körül mondhatjuk úgy, hogy a Bibliában sok lelkivezetőnk van. Itt van mindjárt például az angyal, aki jó hírt hoz Máriának, hírül adja fiának érkezését az emberi világban. Aztán itt van Mária, aki vállalja az isteni küldetést, és minden lehetetlenség ellenére is bízik erős hittel Istenben, hogy aki a feladatot adja, az majd ad hozzá erőt is. Azután József, Mária jegyese, aki meggyötrődik, megszenved a maga küldetésével, annak kihívásaival, de mindvégig igaz ember marad, így jellemzi őt a Biblia, és megmutatja az igaz emberség lényegét nehéz kihívások között is. Aztán karácsonykor majd itt lesznek a pásztorok, akik vezetnek minket nemes egyszerűséggel Betlehembe, ahonnan aztán viszik a jó hírt mindenkihez. Jönnek majd a napkeleti bölcsek, akik a tudomány útján jutnak el Isten ajándékához, a Betlehemben megszületett Isten fiához, és tudósként a maguk tudományával viszik magukkal a hitnek az örömét. A mai napon azonban még karácsony előtt vagyunk, advent negyedik vasárnapján, és a bibliai olvasmányok közül két várandós bibliai anyuka, két kismama a lelkivezetőnk az olvasmányoknak a rendjében. Az ő elragadó történetükkel találkozunk a mai napon a Bibliában. Hallgassuk meg most ezt a részletet. Lukács evangéliumának első fejezetéből a 39-45-ös verseket. Mária pedig útra kelt azokban a napokban, és sietve elment a hegyek közé, Júda városába. Bement Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. És történt, hogy amint Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, felújjongott méhében a magzat, és Erzsébet eltelt szent lélekkel. Hangosan felkiáltott: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. De hogyan történhet velem az, hogy az én uramnak anyja jön hozzám? Mert íme, amint fülemben felhangzott köszöntésed szava, felújjongott a magzat méhemben. Boldog vagy te, aki hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked. Ebben a történetben már a két kismama találkozásának puszta szépsége is magával ragadó. Csupa öröm, boldogság van benne, gyönyörködtető a léleknek. Az élet egyik legszebb eseményénél, amikor az új élet már úton van, gyermekük érkezését várják ezek a kismamák. Nem véletlen, hogy oly sok művész próbálta megragadni és megjeleníteni ezt a pillanatot az idők, a századok során. A bibliai Mária és Erzsébet találkozása azonban ennél jóval több.
itt kiválasztott és küldetés teljesítő emberekről van szó. A várandós Mária elmegy a hegyekbe, szintén a várandós nagynénjéhez. Mária útjának három üzenetét fontoljuk meg ezen az estén, ezen a napon. Mária köszönti Erzsébetet, a küldetésében nagyobb megy a kisebbhez. Ez egy fontos üzenete a Bibliának. Mária nagyobb a küldetését tekintve, hiszen ő a világ üdvözítőjét hordozza. Erzsébet gyermeke is kiemelt küldetést hordoz, hiszen ő lesz majd keresztelő János, az Ószövetség legnagyobb és egyben utolsó prófétája. De Mária gyermeke a világ üdvözítője. Így Mária küldetése nagyobb. És mégis ő megy Erzsébethez, a nagyobb megy a kisebbhez. Erzsébet ezt vissza is jelzi a kérdésével, hogyan lehet az, hogy az én uramnak anyja jön el én hozzám. Mária azonban ismeri Istennek a stílusát. Sőt, nem csak hogy ismeri, hanem gyakorolja, éli azt, aszerint cselekszik. Hiszen karácsonykor is pontosan ez történik majd, a nagyobb megy a kisebbhez. Isten jön az emberiséghez. A teremtő a teremtményéhez. A mérhetetlenül nagyobb, világot megalkotó Isten az emberhez. A világ ura lehajol az emberiséghez. És majd a felnőtt Jézus is így megy a szegények és elesettek közé, nem várja meg, hogy ők jöjjenek hozzá, hanem megy és megkeresi az elesetteket, a szegényeket vagy a bűnösöket. Mert ez Isten stílusa. A nagyobb jön a kisebbhez. És Mária is ezt az alázatos utat követi, ő megy Erzsébethez, a nagyobb megy a kisebbhez. A második üzenet Máriának a hite, amely boldogító. Ezt is Erzsébet tükrözi vissza az ő mondatával, amikor azt mondja, boldog vagy, mert hittél annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neked. Később majd a felnőtt Jézus idejében a tanítványok meginognak, Jézus rokonsága ellenzi majd az ő küldetését, de Mária hisz benne. Hisz benne akkor is, amikor még senki sem hisz benne, és hisz benne akkor is, amikor már senki sem hisz benne a kereszt alatt, amikor haldoklik. A harmadik üzenet pedig Mária a találkozásában Jézust viszi Erzsébethez. Ez természetes, hiszen kismama. Nyilván őt viszi fizikailag, de most vonatkoztassunk el a fizikai valóságtól. Lelki, spirituális értelemben is őt viszi magával. Ezt Erzsébet is megérzi, amely belőle egy őszintén feltörő vallomást, gyermekéből pedig, jól lehet az még magzati állapotban van, újjongást vált ki az anyaméhben. Mária tehát késztetést érez arra, hogy elvigye az ő örömhírét rokonához, Erzsébethez, mégpedig sietve. De igazából nem is a sietség, hanem inkább az elszántsága fontos. Egyedül, várandósan, 3-4 napos gyalogútra megy a hegyekbe. Ez nem kis elszántság és elhatározás. És hogyan jövünk mi a képbe? Hogyan kapcsolódunk mi rá erre a történetre? Már csak néhány nappal vagyunk karácsony előtt. Biztosan bennünket is sok találkozás foglalkoztat. Az ünnepek alkalmával sok rokonunkkal, barátunkkal, ismerősünkkel találkozunk majd. Lehet, hogy Máriához hasonlóan mi is útra kelünk a karácsonyi napokban, egy-egy találkozás reményében. Készülünk rá. Magunk elé képzeljük már most. Elgondolkodunk, hogy milyen lesz egy-egy rég nem látott ismerőssel a találkozásunk. Tervezgetünk, hogy mivel készülünk, mit viszünk majd neki. Miről fogunk beszélgetni, hisz oly régen nem láttuk egymást. Karácsonykor
nem csak Mária, de mi is mindannyian felülről jövő küldetést teljesítünk, akárhogy is fogalmazzuk ezt meg magunknak. Krisztus követőként, hívőként, keresztényként Krisztust kell elvinnünk mindenkihez. Minden találkozásban őt közvetítjük. Nem hívőként, vallástól független, jó akaratú emberként pedig minden találkozásban a szeretetet közvetítjük. Nem pusztán szavakkal, vagy nem is elsősorban szavakkal, sokkal inkább a puszta létünkkel, a stílusunkkal, igaz emberségünkkel. Ez a felülről kapott, magasabb rendű küldetés, amely mindannyiunké, amelyre mindannyian küldve vagyunk. És ez a karácsonynak az igazi lelki titka. De kérdésként is tegyük fel azért magunknak, Jézust, vagyis ezt a szeretetet hordozzuk-e? Őt visszük-e majd a karácsonyi találkozásainkba? Aki bennünk is meg akar jelenni, meg akar testesülni. Akár Jézusnak hívjuk hívőként, akár a szeretetről beszélünk. Örömöt jelente számunkra az ő hordozása. Olyan örömöt, amely észrevehető rajtunk, vagy észrevehető lesz rajtunk, amely majd megérinti a másik embert, akihez elmegyünk, akivel találkozni fogunk. Vagy ha éppen Erzsébet felől nézzük a találkozást, van-e bennünk készség, nyitottság a fogadásra? Hogy fogadjuk és befogadjuk azt, aki a minket meglátogató Mária lesz majd. Meglátjuk-e benne Jézusnak, vagy a szeretetnek a hordozóját? Mária vitte az Isten stílusát, Isten emberekhez lehajló szeretetét magával, és ez meghívás nekünk is. Vitte az ő mély, tiszta és feltételek nélküli bizalmát, hitét az isteni gondviselésben, és ez meghívás nekünk is. Vitte magát Jézust a szíve alatt, vitte a szeretet forrását, a világ üdvözítőjét. Vigyük mi is az Isten stílusát, lehajoló szeretetét a találkozásainkba. Vigyük a hitet és a bizalmat, vigyük a szeretetet, a világ üdvözítőjét. Felsőbbrendű küldetést teljesítünk. Köszönöm szépen. Köszönjük plébános úr adventi gondolatait. Fogadják szeretettel a Danubia Alapfokú Művészeti Iskola adventi műsorát. Két karácsonyi kántálót fognak hallani a keleti Kárpátokon túli Bukovina és Moldva területéről. E kántálók az emberiség nagy kérdéseire válaszolnak sajátos képi nyelvezetükkel. A Paradicsom mezeibe kezdetű dal a keresztény üdvtörténetet tömöríti kozmikus léptékű, mégis egyszerű képekbe. Megidéződik a teremtés, az édenkert, az aranyszőnyegen a bölcső, benne az Úr Jézus kezében aranyalmával, aranyvesszővel. A vesszővel való suhintás az életadás rítusa, az aranyalma a megváltás teljessége. Én nem láttam szebb termőfát, mint Úr Jézus keresztfáját, mert az vérrel virágozik, Szentlélekkel gyümölcsözik. A paradicsombéli termőfa maga a krisztusi keresztfa. Az életfa keresztfa párhuzam képében az ősbűn és Krisztus kereszthalála közötti kapcsolat rajzolódik meg. A keresztfának Ádám ősbűne miatt kell vérrel virágoznia. Így lesz a termőfa az üdvtörténet egyetemes szimbóluma. Az éneket követő prózai záróformulát bukovinai születésű nagyanyámtól tanultam, s mivel sehol nem találtam még ennek írott közlését, ezért személyes örökségnek érzem. Hallgassuk meg hát e két kántálót, s mert Szent Ágoston szavaival élve, aki énekel, kétszeresen imádkozik. Felkelik én, jó reggel hajnalban,
országba, s nyitva látám mennyország kapuját. Azon belül mennyország ajtóját, s azon fejjel egy rengő bölcsőcskét. Mellette van anyánk Szűz Mária, s alábával rengetgette vala. Alábával rengetgette vala, világváltságára. Paradicsom mezejében aranyszőnyeg leterítve, azon van egy rengő bölcső, abban fekszik az Úr Jézus. Az Isten az embert annyira szerette, szerelmes szent fiát testbe mélybe öltöztette, hideg jászolyba fektette. Dicsértessék! Felkérem Nyirati Klára polgármester asszony, köszöntse vendégeinket. Nagy szeretettel köszöntök minden kedves bolyait és ide érkező vendéget, aki azért van most itt, hogy advent 4. vasárnapját együtt ünnepelje velünk. Köszönöm szépen Binszki József plébános úrnak a magvas gondolatokat, és ezt a gyönyörű zenei produkciót, amit hallhattunk, illetve a Fúvós Ötös produkcióját, akiket talán első ízben a gyönyörű városházánk erkélyéről hallhattunk, de biztos vagyok benne, hogy nem ez lesz az utolsó alkalom, amikor onnan szólal meg valamiféle szép zene. Legutóbb arról beszéltem önöknek, hogy mekkora öröm számomra az, hogy Baján, ami kis gyönyörű városunkban, annyi lámpás, annyi fénylő csillag van, akik köré odagyűlnek az emberek. A mai alkalommal Sauter Teréziát, az MNAMK főigazgatóját kértem fel arra, hogy mondja el az ünnepi beszédet. Terike hajósi lány, ezt talán mindannyian tudjuk. És féltő tekintete, gondos keze nyomán generációk nőttek fel, az MNAMK-ban. Az MNAMK-ban járt középiskolába, azután az útja Szegedre az egyetemre vitte, majd visszatért szülővárosába, az Alma Materhez, az akkori Frankl Leó gimnáziumba, és itt kezdte tanári pályafutását 1989-ben, a rendszerváltás évében. És azóta töretlen lelkesedéssel
vezérli, vezényeli a rábízott fiatalok sorsát. Nagyon ritka ez ma, hogy egy fiatal, 22-23 évesen elkezd dolgozni egy munkahelyen, és hosszú évtizedeken keresztül hű marad ehhez a munkahelyhez. Terike ilyen. Schwab lány, így aztán az Országos Német Önkormányzatnak is a tagja, és a mindannyiunk által kedvelt népek tánca egyik megálmodója. És ezzel elárultam azt is, hogy a szigorú igazgató asszonyi szerepből kilépve néptáncot is tanít azoknak a fiataloknak, akik szeretnének tőle tanulni. A karácsonyt felnőtt gyermekei és pici unokája körében fogja tölteni, és ezennel szeretettel felkérem Terikét, tartsa meg az ünnepi beszédet. Tisztelt polgármester asszony, tisztelt egybegyűltek, kedves karácsonyváró közösség! Advent 4. vasárnapján szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött Baja város főterére az ünnepi gyertyagyújtásra. Nagy tisztesség számomra a felkérés, hogy megoszthatom önökkel gondolataimat. Pedagógusként, intézményvezetőként minden évben részt veszek az adventi rendezvényeken az iskolában. Beszédet is mondok. Sőt, többször előfordult, hogy Binszki atyával együtt gyújtottuk meg a 4. gyertyát az MNAMK-ban. Ezért ismerős és jó érzés számomra ez a mai alkalom. És mégis különleges itt a Szent Háromság téren beszélni a közös ünnepvárásról. Hiszen én nem vagyok született bajai. Nekem választott otthonom ez a város. Amikor 2 héttel ezelőtt a 2. gyertya lobbant lángra az adventi koszorún, Szent Iványi Gábor azt idézte fel a megjelenteknek, hogy elszármazott bajaiként, diplomataként, hogyan élte meg az adventi időszakot Irakban, Londonban vagy Stockholmban. Ahogy hallgattam a történeteit, az jutott eszembe, hogy milyen sokféle bajai polgár létezik. Van, aki itt született, talán felmenői is bajaiak voltak. Majd a sors úgy hozza, hogy életét más városban, más országban éli. De mindig visszalátogat, ha teheti, a Sugovica partjára. Aztán vannak családok, melyeknek tagjai Baján élnek. Nem is vágynak el máshova. Ezt a várost építik, szépítik egész életükben. Ismerek olyanokat is, például német vendégtanár kollégáim, akik csak pár évig laknak Baján. Aztán pedig sokszor visszalátogatnak, mert itt otthon érzik magukat. És vannak olyanok, mint jó magam, akik más településről származnak, de tanulmányaik, munkáik kapcsán vagy más okból Bajára kerülnek, és itt maradnak. Itt élünk, dolgozunk, és jeles napokon összegyűlünk, hogy együtt ünnepeljünk. Hiszen ez az egyik legfontosabb dolog, amitől ünnep az ünnep. Hogy együtt tudjuk megélni, kisebb, nagyobb közösségben. Mindez a pandémiás időszakban, a bezártságban, az elzártságban még inkább tudatosodott bennünk. Ezért is nagy öröm, hogy ma mindenki itt lehet a bajai főtéren, akinek fontos a közös gyertyagyújtás. Az adventi koszorú a gyertyagyújtás ötlete Észak-Németországból származik. Egy ottani árvaház gyermekei türelmetlenül várták a karácsonyt, és minden nap többször megkérdezték, hogy mennyi nap van még addig hátra. Johann Wichern atya, a házat vezető lelkész, ezért egy kocsikerékre 20 piros és 4 nagyobb fehér gyertyát erősített. A pirosak a hétköznapokat, a fehérek a vasárnapokat mutatták karácsonyig. Minden nap egyel több gyertya égett az imateremben. Így tanulták a gyermekek a türelmes várakozást, és mellesleg a számolás tudományát is. Egész biztos van itt is sok gyerek, aki már nagyon várja a karácsonyt. Ugye? Igen, látom, bólogatnak. És sok felnőtt, mi felnőttek is várjuk a karácsonyt. A mi koszorunkon itt 4 gyertya látható,
Nekünk ezek jelzik az idő múlását. A hagyomány szerint az adventi koszorú 4 gyertyája egy-egy fogalmat jelképez. Ezek a hit, a remény, az öröm, és a negyedik a szeretet. Ma a szeretet gyertyáját gyújtjuk meg, hogy melengesse szívünket, hogy fényével irányt mutasson nekünk, és nem csak ilyenkor, decemberben. Az advent szó jelentése eljövetel. Az Úr eljövetelére vár a keresztény világ, a karácsony ünnepét várjuk mindannyian. Így van ez több száz éve. Így volt ez Baján és a környékbeli településeken is, ahol különböző népszokások kapcsolódtak ehhez az időszakhoz. Déd nagymamám mesélte, hogy az ő gyermekkorában, a 20. század elején, a hajósi svábok körében is szokás volt a betlehemezés. Iskolás gyermekként járták advent idején a falut, gondosan elkészített jelmezben, és vitték a jászolban fekvő kis Jézust házról házra. Mindenhol elszavalták a Szent Család betlehemi történetét. Az egyik legfontosabb szereplő, legalábbis déd nagymamám szerint, az általa játszott csillaghordozó volt. Nem volt ugyan sok szövege, de ő vitte a fényt, a szeretet lángját minden család otthonába. Ezért volt számára olyan kedves a csillaghordozó szerepe. Aztán volt még egy szokás, amiről sokat mesélt. Ez is a téli időszakhoz kötődött. Esténként a falusiak fonóba jártak. Ennek is a fényt árasztó, sötétség űző gyertyalánkhoz volt köze. Hogy ne kelljen minden házban világítani, egy helyen gyűltek össze a rokonok, szomszédok. Az asszonyok fontak, kötöttek, a férfiak faragtak, meséltek, és szinte biztos, hogy karácsony közelettével egy-egy egyházi éneket is elénekeltek. Így készültek az ünnepre. Ezek voltak a régi adventek. Egy letűnt korban, egy paraszti társadalomban, ahol a késő ősz, a tél, a lassú munkatempó, a befelé fordulás időszaka volt. De vajon érdemes-e a mai kor emberének azzal foglalkozni, hogy mi volt 100 éve? Érvényes-e, átültethető-e valami ezekből a szokásokból, értékekből a 21. századba? Ahol már szinte a mezőgazdasággal foglalkozók életét se lassítja le a tél, nem beszélve a városban élő emberekről, akik évszakoktól függetlenül feszített tempóban élnek és dolgoznak. Azt gondolom, igen, van mit átvenni és továbbadni. Például az advent egyik titkát, lényegét. A lelassuló, elcsendesedő várakozást. Arra, hogy eljöjjön a karácsony. Az az ünnep, amelyről ma is hírt hoznak a betlehemező gyerekek. Az együttlétet, a közös készülődést hétről hétre. Amikor feldíszítjük a házunkat, a városunkat, de leginkább a szívünket, a szeretet ünnepére. Mikor összegyűlünk az adventi gyertyák lángja körül, mint ma is, hogy egy jót beszélgessünk, hogy elgondolkodjunk azon, amit a másik mondott, vagy együtt énekeljünk. Érdemes néhány dolgot ellesni a régiektől. Ahogy itt Baján is, a különböző közösségek, különböző nemzetiségek más-más mentalitással, szokásokkal élték a hétköznapokat, és mindannyian készültek az ünnepre. És tesszük ezt ma is. Többek között ettől olyan élhető és szerethető ez a város mindannyiunk számára. Éljük meg hát a mi családunkban, város közösségében az adventi várakozás örömét. Világítson mától 4 gyertyalángja, jelezve, hogy már nincs messze a karácsony. Ennek szellemében hadd kívánjak önöknek áldott ünnepet, mégpedig 3 nyelven, svábul, horvátul és magyarul. Ezzel szeretném kifejezni tiszteletemet városunk közössége iránt, melyet a különböző nemzetiségekhez tartozó polgárok alkotnak. Ivencsaneklik szellig Weihnachtsfeitig, Christkindli mit am Krausehor, Fried und Einigkeit, nach dem Tod die ewige Freidanklik Seligkeit.
Blagoslovljene božitne blagdanu i miru, zdravju i ljubavi, sretnu i obilnu novu godinu. Békességet, boldogságot, csengőszót és gyertyalángot. Egészséget, szeretetet, s mindent, ami fontos neked. Ajtód elé fehér bársonyt, adjon Isten szép karácsonyt. Köszönöm, hogy meghallgattak. Elérkeztünk a gyertyagyűjtés pillanataihoz, melyre nagy tisztelettel felkérem Preininger Rozália tanácsnokasszonyt és Petővári Lászlót, a Danubia Alapfokú Művészeti Iskola igazgatóját. Az iskola több mint két évtizede foglalkozik a Baján és Vonzás körzetében élő gyermekek művészeti oktatásával. A tanításon túl aktívan részt vesz a térség kulturális életében, támogatja és szakmailag segíti 15 település művészeti csoportjait. Advent 4. gyertyáját a szeretet lángjával gyújtja meg tanácsnokasszony és Petővári úr, majd a szeretet lángja elhelyezésre kerül a koszorú mellé elhelyezett mécsesben, melyből bárki vihet, ki szeretne. Hallelujah, hallelujah.
Szent karácsony éjszaka, nem az szól más, csak a szép szava, és milliónyi ember köszönt téged. Te bárhol éljünk a világon, te utat mutatsz és vigyázol, imánk száma hozzád. Köszönöm szépen.